hogy pontosan milyen munkálatok zajlanak a mögöttem álló ipari parki területen, a következő riportunkból kiderül. Itt vagyunk az ipari park területén. Elevenítsük fel a nézőknek, hogy pontosan milyen területek tartoznak a karcagi ipari parkhoz. 1999-ben nyújtotta be az önkormányzat az ipari park címre a pályázatát. Ennek a pályázatnak az eredménye 2000. február 28-án a megállapodás aláírásával történt, azóta van a karcagi ipari park. Legelőször az önkormányzat aportálta a déli területet, ami a 4-es úttól délre található, a benzinkút és a laktanya között, és ehhez keresett olyan partnert, aki az önkormányzati elképzeléseket meg tudja finanszírozni. Ekkor lépett be 2001-ben az Info Kft., és innentől kezdve folyamatosan ment a munka. A pályázatokat egymás után nyújtottuk be, addig, amíg 2007-ben végre jóvá hagyták a pályázatunkat, addig forráshiányra hivatkozva mindig elutasították. 2007-ben a Penny utcát és a hozzátartozó infrastruktúrát megvalósítottuk, és 2008-ban már a Penny logisztikai központja is felépült. Ezt követően az ipari park területébe bevontuk, és az önkormányzattól megvásároltuk a jelenleg vasút és 4-es közötti területet, amelyen eldöntöttük, 2012-ben egy alapkőletétel volt, egy szoborállítással az út elején, hogy ez a része az ipari parknak a környezetvédelemmel kapcsolatos üzemeket fogja befogadni. Hál' Istennek ez sikerült. A mostani állapot szerint az utolsó területegységet is be fogjuk építeni. Emellett megvásároltuk a volt téglagyári területet, ahol terveink közt sok minden szerepel, de erre még konkrét megállapodás nem született, tehát így erről most nem kívánok beszélni. Jelenleg, ahol állunk, ez pontosan melyik terület? Ez az úgynevezett északi területe az ipari parknak, a vasút, a 4-es számú főút és a gyarmati út által határolt háromszögletű terület, ahol van jelenleg az elektronikai hulladékhasznosító, ahol hűtőszekrényeket és más elektromos gépeket bontanak alkatrészekre, amiket újra lehet hasznosítani. Van a volt recipet, Grimpet, illetve nem tudom, hogy most a új tulajdonos át fogja nevezni, vagy a névvel együtt sikerült megvásárolni a üzemet, de itt PET palackok feldolgozása van. Az a lényeg, hogy jelen pillanatban 8-10-szer is fel lehet egy PET palackot újra használni, tehát itt is nagyon környezetbarát munka folyik, illetve azokat a anyagokat, amit például az e-hullban a hűtőszekrény ajtajába kivesznek, purhabot, azt purpor formájában, a e-pur üzemben használjuk fel, ahol járdaszegélyeket, gyeprácsot, stékpallót, kerítésdeszkát és egyebeket készítünk. Az a lényeg, hogy nem lebomló, tehát a nap fényre nem bomlanak el az anyagok, 15-20 évig, ha használja valaki, akkor is jó állapotban marad, illetve újra felhasznosítható. És ez a lényeg, hogy újra felhasznosítható, tehát úgy szokták mondani, hogy a zöld körforgás megy. Még a hátam mögött látható egy kis üzem, egy kötivizig által épített javító csarnok, ahol a kötivizig a gépeit tárolja, illetve javítja. Tehát ők is a környezetvédelemhez tartoznak, és ami
következő lépés a hátam mögött lévő területen épül fel a Repol üzeme, ami egy kémiai újrahasznosító üzem. Milyen munkálatok zajlanak most jelenleg? Jelenleg az ipari park részéről semmilyen munka nem folyik. Amit látni lehet, az a régészeti feltárás. Ez többnyire minden területen szükséges ahhoz, hogy a földben rejlő értékeket, a múltunkat felfedezhessük. Én nem sokat beszélgettem velük, de olyan hallomásból információm van, hogy talán bronzkori leleteket is találtak, ami jó dolog, mert az jelenti, hogy Karcag ezer része, illetve Karcag már 5000 évvel ezelőtt is lakott terület volt. Milyen munkálatoknak a része ez a régészeti feltárás? Mi fogja ezt követni? A régészeti feltárás az alapja annak, hogy olyan területre építkezzünk, ami már minden féleképpen felhasználható, tehát nincsenek ott olyan anyagok, amire még esetleg a későbbiekben szükség lehet. A régészeti munkára ígéretet kaptunk, hogy hónap végére befejezik, ami annyit jelent, hogy akkor november 1-től elkezdhetjük az üzem építését, ahol útépítés, épületek alapjainak az építése, tárlóegységek kialakítása történik, és amikor mindezek megvannak, akkor jön a technológiai része, ami, mint említettem, olyan szabadalom, ami védett, de Dunaharasztin a prototípusát meg lehet tekinteni. Ez azért érdekes, mert tavaly május 8-án az önkormányzati képviselőkkel és az önkormányzat szakembereivel elmentünk üzemlátogatásra, ott mindenki megnézhette, láthatta, kérdezhetett, hogy mi, hogy működik, hogyan valósítható meg ez úgy, hogy környezetszennyezés ne legyen, a lehető legoptimálisabb módon nyerjük vissza minden anyagból azt, ami a későbbiekben újrahasznosító. Pontosan a technológiáról el lehet árulni valamit? Persze, hogy el lehet árulni, hisz korábban sokan mondták, hogy az autógumikat, mezőgazdasági gépjárművek gumiait csak úgy tudják megsemmisíteni, hogyha elégetik. Ehhez, hogy elégessék, magas hőmérséklet szükséges, ami kevés helyen van meg, és tulajdonképpen ott az égetéssel teljesen megsemmisül az anyag. Ez a kémiai újrahasznosítás, ez annyit jelent, hogy 450-550 fok közötti hőmérséklet tartományban egy reaktorban felmelegítve alkotó részeire bontjuk a gumit. Előtte kiszedjük belőle a gumiabroncsban lévő vasat, ami körülbelül 15-25%. Ezt a vasat a vaskohokban későbbiekben fel lehet használni. A pirolízis kapcsán pedig egyrészt olyan pirolízis olajat nyerünk ki, amiből különféle vegyipari termékek állíthatók elő, mégpedig olyan műanyagok, ami az étkezéshez is felhasználhatók, és többszörösen felhasználhatók, tehát környezetbarátok. Utána van a korom, ami képződik, a égetéskor, az összes korom elég, és megsemmisül. Itt nagyon komoly, mint egy 2500 tonna mennyiségű kormot tudunk eltárolni évente, ami annyit jelent, hogy olyan helyeken tudják felhasználni, ahol erre szükség van. Nagyon komoly pénzeket fizetnek az olajért is, és a koromért is, hisz a korom az autógumi gyártáshoz újra felhasználható, több helyen színezőanyagként használják fel, ami a lényeg, hogy szintén napfényálló, UV sugarak nem bántják azt a terméket, amelyben ez található.
Ezen kívül hő előállítása is történik. Ez a hőállítás egyrészt fűtésre használjuk fel majd az üzembe, a szomszéd üzemeket próbáljuk majd rávenni, hogy távfűtés formájában ők is a gáz helyett ezt használják fűtésre, de örömmel mondom azt is, hogy 3,5 kilométeren belül még gazdaságos a hőfelhasználás, tehát ha olyan partnereket sikerül találni a városba, akik itt vannak a környezetünkbe, akkor ők is részesülhetnek ebből. Laikusként ez egy zárt rendszernek tűnik. Lehet-e tartani káros anyag kibocsátástól? Nem, nem. Ezt azért mondom, mert a tervkészítés során többszörösen egyeztettünk a tervezőkkel, kivitelezőkkel, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi és egyéb hatóságokkal, hogy olyan kibocsátás legyen, ami elfogadható. Itt károsanyag kibocsátás egyáltalán nincs. Előbb említettek kapcsán a kormot mindent visszafogunk, a kormot is például háromszoros szűréssel vesszük ki, hogy használható legyen. A környezetvédelemnél ráadásul az van, hogy az utolsó hónapban, jövő év novemberében, decemberében készítünk próbaüzemet, próbamérésekkel együtt. Ekkor a környezetvédelmi hatóság embereivel közösen megvizsgáljuk azt, hogy bárhol környezetszennyezés vagy káros anyag kibocsátás történik-e. Ez nem történhet meg, mert addig fogjuk állítani, mint egy jó autót, hogy ideálisan működjön az üzemeltető számára. Ezen kívül a több mint 30 méter magas kéményben elhelyezhető egy olyan szonda, amely közvetlen a környezetvédelmi hatóságnál is jelzi, hogyha bármilyen probléma van, és abban a pillanatban be tudunk avatkozni. Milyen lehetőségeket rejt magában a településre nézve ez a létesülendő üzem? Hát egyrészt 30-35 fő számára tudunk munkát biztosítani. Itt segédmunkától kezdve szakmunkáig szükség van, hisz a gumiválogatásnál, targoncázásnál személyi munkaerő szükséges, de magasabb képzettségi emberek szüksége ott jelentkezik, ahol a vezérlőterembe, a monitorok előtt állandóan figyelve azt tudják állítani a berendezést, hogy megfelelőképpen működjön. Így ez egyrészt humán erőforrás felvételt jelent, másrészt pedig minden üzem, ahol termelnek, értékelőállításban iparűzési adót fizet, és bízunk benne, hogy a városban a legjobb adófizető polgárok közé fog kerülni ez az üzem is. Köszönjük szépen Varga Nándornak, a Karcagi Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatójának. Én köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.